Így néz ki a bárányhimlő a bőrön, vörös, dúzzadt pont. A fertőzés klasszikus szezonja a tél és a tavasz. A cseppfertőzéssel terjedő betegség az egyik leggyakoribb a gyermekek között. Évente közel 40 ezer jelentés érkezik bárányhimlős megbetegedésekről, azonban a valós adat ennek akár a kétszerese is lehet. A fertőzés gyakorisága országosan és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is magasabb, mint az előző évek azonos időszakában. Április közepéig csak nem 17 ezer fertőzést regisztráltak hazánkban. Különösen Nyíregyháza területét és a Nyíregyházi Járási Népegészségi Intézetnek a területén magas a megbetegedési gyakoriság, de az egész megyére jellemzően, talán Vásáros-Namin területét tudnám kiemelni, hogy ott nem mondható emelkedettnek a megbetegedési gyakoriság, de egyébként általánosan jellemző. Igazából még járványnak nem mondanám. A bárányhimlő a herpes csoportba tartozó vírus, lappangási ideje átlagosan 14-21 nap. Húlyagos kiütésekkel, az első hétben pedig lázas panaszokkal jelentkezik. A legtöbb gyereknél viszont napokkal előtte már fejfájás, szédülés és rossz közérzet jelzi a fertőzést. A betegségnek óvodáskorban szinte nincs szövődménye, átlagosan 1000 gyerekből 2-nél jelentkezik. Védőoltással azonban megelőzhető a betegség. Magyarországon 18 éve elérhető a vakcina, amit 2 adagban 4-6 hét különbséggel kell beadni a gyerekeknek. Ha a bárányhimlőt egyszer valaki elkapta és átesett a betegségen, akkor egy életre szóló védettséget ad magával a himlővel szemben. Viszont azt érdemes hozzátenni, hogy magát a bárányhimlőt ugye a varicella, az osztervírus okozza, és ez az osztervírus ez bennünk van, mint herpeszvírus formájában, tehát elvileg bármelyik életkorban elkapható herpeszvírus, illetve az övsömör, ami hasonló viszkető tünetekkel jár, de ez nem maga a bárányhimlő. A megbetegedettek közel 80%-a 15 év alatti gyermek, ám világszerte tapasztalható, hogy az elmúlt 20 évben a betegség kitolódott a serdülőkor felé, és ezzel párhuzamosan nőtt a komplikáltabb kórházi ellátásra szoruló esetek száma.